Első lépéseit tette meg hétfőn az aznap hajnalban született afrikai elefánt bébi, mintha tudta volna édesanyja, hogy új szülöttjével megkoronázza a 25 éves évfordulóra szervezett ünnepet. A kis bikaborjú még keresi helyét a kifutóban. A Nyíregyházi Állatpark viszont egyértelműen vezető intézményévé vált a vidéki Magyarország turisztikai kínálatának, mondta 35 perc című műsorunkban Gajdos László igazgató. 97. augusztusában megnyílt a Nyíregyházi Állatpark, és elindult egy olyan útra, amit elsősorban köszönök a vendégeknek, ugyanis ha úgy nem jöttek volna a vendégek, hogy jöttek, hogy, hogy 150 ezer ember jött az első évben már, és nekünk nem volt pénzünk, abból lett, hogy volt igény ránk, volt érdeklődés, aztán látta a város is, hogy milyen érdeklődés van, és próbálta a miért ezt támogatni minket. Szóval köszönöm az embereknek, hogy kíváncsiak voltak ránk, és hát köszönöm mindazoknak, akik segítettek, nagyon sokan segítettek. Egy nagyon lelkes csapatot sikerült ott felépítem, csomó fiatal lányt és fiút vettem oda, akik ott tanulták meg mellettem a szakmát, és akkor így elindultunk, és most ott tartunk, hogy éppen az ország legnagyobb vidéki állatkerti beluházása zajlik Nyíregyházán, a Kormány Modern Városok programjában támogatja a jégkorszak interaktív állatbemutatót, hogy, hogy nálunk van a négysillagos állatkerti szálloda, ami számos díjat nyert, és hát háromszor lettünk Európa legnagyobb állatkertje, vagy legjobb állatkertje a 250 és 500 ezer közötti kategóriában, <kül> és ami nagyon fontos, hogy elértük a 600 ezeres számot. Nem csak a látogatók számában rekorder a nyíregyházi állatpark. Szakmai értelemben is vezető szerepet tölt be, 5000 állatot gondoz, közülük 100 szigorúan veszélyeztetett faj. Irányítja a vörös óriás kenguru európai faj megmentési programját, a tengeri csontos csontoshalak tenyésztési programját, vagy az európai fehérbóbításkakadu programot. Az intézményben már a következő időszak legfontosabb fejlesztéseit is tervezik. Terveződik és remélem hamarosan épül is egy különleges afrikai madáröbde, ami egy nagyon látványos dolog lesz. És hát a jégkorszak az olyan sokrétű, hogy az 24 tavaszán adnánk át, hogy most ennél távolabb nem tervezünk, mert azt nem csak felépíteni kell, átadni kell, be is kell tudni üzemelni és ahhoz össze kell szedni a világból azokat a rendkívül különleges és ritka állatokat, amik a sarkvidékeken élnek, úgyhogy ez most nagy falat lesz számunkra. Jelentős oktatási tevékenységet is végeznek a parkban annak érdekében, hogy a fiatalokat a természet szeretetére neveljék. Folyamatosan fogadják az iskolás csoportokat, a nyári időszakban pedig zósulit is szerveznek az érdeklődőknek.